Üdvözlöm Önöket újból, hölgyeim és uraim! Ma szintén bemutatok Önöknek kétfajta szőlőt. Az egyik a cimusz, ez egy másodosztályú mag nélküli szőlő, szép sárga és nagyon-nagyon finom muskotáj ízzel. A másik pedig a karnavál, és az is nagyon szép szőlő. Nézzük meg, most itt vagyunk a cimusznál. Így néz ki a cimusz, hölgyeim és uraim, nézzék, gyönyörű, szép, sárga. Oleg Mihajlovics Piszánka nemesítette. A fürt körülbelül fél kilótól a másfél kilogrammig terjed, de egyes helyeken elérheti a 2 kilogrammos is. A szemek nem nyomják egymást, ahogy lássák itt a fürtben is. Igaz, itt már le vannak róla szedegetve, már ettünk róla, mert nagyon finom, de nem az a nagyon tömött fürt, mint amit tapasztaltunk a Wellesnél. A Welles az olyan, hogy nagy, tömött a belseje, és nyomják egyik a másikat, mert sűrűn van, és megrepedhet belőle, és akkor majd elkezd nekünk rothadni. Ez nem. Ez nagyon olyan levegős, látszik rajta ez a fürt. Nagyon korai szőlő, 105 és 110 nap beérési ideje. A szemek pedig 5 és 8 gram körüliek. Mint ahogy mondtam, mag nélküli, tehát másodosztályú mag nélküli, az, ami azt jelenti, hogy van benne egy picike mag kezdeményezés ott a belsejében, vagy megtörténik az is, hogy van olyan év, amikor egy nagyon picike mag van benne. Megnézzük, hogyan néz ki a belseje. Nézzük. Itt látszik egy picike mag benne, ebbe. Ott van. Tehát a mag kezdeményezéstől ettől nagyobb. Úgy, ahogy mondtam, hogy egyikében valamilyen nagyobb, másikében csak egy mag kezdeményezés van benne. De lehet a másikban már csak mag kezdeményezés lesz. Megnézzük megint egy másikat is. Ezt pedig leteszem ide. Igen, ebben csak mag kezdeményezés van. Ott látható. Picike mag, kezdeményezés. Ebben az oldalban szinte nem is nincs is. Egy nagyon-nagyon picike mag kezdeményezés, ott egy nagyon picike mag. Tehát azért mondják másodosztályonak, mert látszik benne egy picike magkezdeményezés. Most pedig nézzük meg, hogy mennyire lédús. Oda teszem a kezemet, és nézzék. Csöpög. Már nézzük a másik felét. Jó, csöpög. Tehát ez a fajta szőlő nagyon lédús, lehet így mondani. Húsos is, de én inkább azt mondanám, hogy inkább lédús, mint húsos. Viszont nagyon szép sárga. Ha onnan nézik, lássák, ahogy rásüt a nap, nagyon szép sárga. Itt most a fólia alatt vagyunk, és nem annyira adja így a vissza a színét, sőt, el is veszi a sárgából, a színéből egy kicsit, de kint még sárgább, még sárgábbra érik be. Most megkóstolom, hogy milyen az íze ennek. Nagyon finom szőlő. Nagyon jó muskotályos íze van, és citromos íz. Innét is adódik a neve. Cimusz, vagyis citrom és muskotáj. Nagyon finom íze van. És mi több? Ez a szőlő nekünk már több mint 2 hete be van érve, és még mindig tartja az ízét ez a szőlő. Van olyan fajta szőlők, ami ha beérik és elérte a megfelelő ízt, tehát megvan a megfelelő muskotáj és íze, rögtön le kell szedni, mert utána kimosódik belőle. Viszont nagyon sok ember megfigyelte azt, akinek van ilyen szőlője, hogy még ha nagyon nagy eső esik is, még akkor sem fog kimosódni belőle az íz. Ez megmarad, ez a szép, muskotályos, citromos íz. Nagyon finom szőlő. Ez most állunk azért ilyen kicsi, kicsike a fürtök, mert tavaly volt oltva, megfigyelik, itt volt oltva, és örültem, hogy megmarad, mert itt az alanynál nem hagytam zöldet, tehát nem hagytam levélzetet, és majdnem, hogy elfagyott. Ezért örültem, hogy megmaradt, és később is kezdett el megindulni. Látszik is, hogy olyan kisebbek, véknyabbak a hajtások, mint máskor, de az íze az még ugyanúgy megmarad, és a színe is, mint máskor, mint hogyha rendesen, tehát nem lett volna ilyen gond vele ezzel a fajta szőlővel. De most már jövőre semmi gond nem lesz. Már most már megindult, már beérett, és jövőre már nagyobb fürtök lesznek.
Általában, ahogy mondtam, a másfél kilós fürtöket ki tudja nevelni. Egyes fürtök, amik egyedül vannak, azok akár a 2 kilósak is lehetnek rajta. Kisebb fürtökből, mint például ilyen halk lesznek, meg ilyen fél kilósok lesznek, akár 2 is meghagyhatunk ezen a száron. Kibírja nevelni nyugodtan, de a nagyobb fürtöket én azt ajánlom, hogy ne hagyjunk meg rajta. Tehát mégpedig azért, hogy jó, kellemes, meglegyen jó, kellemes, zamatos, muskotáros íz rajta. Viszont a benyigéim már jól beértek. Most éppen szembesít a nap, lehet, nem igazán látni. Ide teszem a kezem. Tehát jól be vannak érve a mennyigék, szép barnák, itt is így néz ki. Elég bőtermő fajta. Sokszor van úgy, hogy még az oldalhajtásokon is nyom ki fürtöket. Na itt most minden le volt szedve az oldalhajtásokról a fürtök is, hogy nekem bírja jó, kell elős legyen a mennyigék, mert nagyon nehezen indult el. De képes sok fürtöket kinyomni az oldalhajtásokon is. Hát, hölgyeim és uraim, ilyen a cimusz, nézzék. Szép. Persze a jellegzetessége nem a fürtben van, hogy milyen levegős, meg milyen szép lesz, hanem jellegzetessége az ízében van. Nagyon finom íze van. Ezt ajánlom mindenkinek. Most pedig megyünk tovább. Megyünk a karnaválhoz. Hölgyeim és uraim, itt vagyunk a karnaválnál. Így néz ki a karnavál. Nézzék. Mint egy sündisznó. Gyönyörűen néz ki. Ha rásüt a nap, ide olyan gyönyörűen csillogós. És itt a másik fürt. Így néz ki. Tehát ezen a száron 2 is van. Nem sok van rajta hagyva, mert ez is csak tavalyi oltás. Ott volt oltva, és persze itt is ez csak az volt a gond, mint a másiknál, hogy itt sem hagytam zöld levélzetet, és nagyon nehezen ért be. Így néz ki. Jevgenyi Grigorjev is Pavlovszki nemesítette. Általában fél kilósak és 700 g-ok a fürtök. Hasonló nagyság, mint ez. Ez egy olyan jó fél kilós lehet, vagy 700 g körülbelül ilyesmi inkább. De egyesek azért elérhetik a jó kilogramos nagyságot is. Így. Megpróbálom kihúzni ide, hogy lássák, hogyha rásüt a nap, milyen szépen néz ki. Így néz ki. A szemek hosszúak, megnyúltak, egy pici gömbölyülettel a közepében. Kiveszek egyet, és meg is nézzük. Lássák, itt van, amiről beszélek. Meg tőlem. Tehát itt látni is, hogy olyan van egy kis behajlata közepében. És ezek így néz ki a többi szem is. Kiveszünk még egyet róla. Nézzék. Látható. Na, ez a tulajdonsága, vagy az jellegzetessége ennek a fajtának. A színe piros, pirosas lila, én inkább azt mondanám, hogy olyan rubin színű. És nagyon szép a kinézete. Nagyon tetszik ez a tüskés, olyan kifele állnak a szemek. Így néz ki a karnaván. A bogyók az 3 és 5 cm hosszúak, és 7-től 10 g-ig terjednek a tömegük. Nézzük meg most, hogy mi a belsejébe. Leveszek innét is egyet. Nézzük, hogy milyen nagy egy, vagy mennyit nyom, vagy milyen súlya van. Ennek. Tudom, mennyire látszik. Így. Éppen onnan sütöttem, másik oldalról. Nézzük egy másikat. 5,88. Na, ahogyan mondtam, ez még csak az első oltás, vagyis az első termés a tavalyi oltásnak, úgyhogy itt még nagyobb fürtöket nem várjunk, de jövőre bizonyára több lesz rajta, és nagyobbak is lesznek a fürtök. De nem jellemző rájuk az, hogy kilótól nagyobbra nő. Inkább a fél kiló és a 700 g súlyúak. Most nézzük az ízét, hogy hogyan is néz ki, és megnézzük először is a belsejét, hogy hogyan néz ki. Nézzenek? Nézzék meg.
elvágom. Itt van benne 2-3 mag. 1, 2, 3. Így néz ki. Fent van teljesen a mag. És a harmadik még ott benne egy kisebb. De nézzék, hogy milyen a szem. Megnyomom. Nézzék, nyomom, és nem akar elcseppenni. Kemény, húsos, alig cseppen. Nem olyan, mint a cimusz volt. Annyira lédús volt, nem. Nézzék, nyomom, és alig cseppen. Tiszta hús. Most megkóstolom, hogy mi az íze. Kemény, húsos. Az ízzel csak egyszerű harmonikus íz. Nincs rajta különösen íz, különösebb íz. Egyszerű harmonikus íz. Szerintem, hogyha ez a szőlő olyan muskotályos lenne, mint az előző, én azt mondanám, hogy ez benne lenne a top 10-ben. Na persze, ez csak az én véleményem, de nézzék, a színe gyönyörű, az állaga gyönyörű, csak a zamatya, az, ami egyszerűen harmonikus, de szépen néz ki. A héja vékony, szinte nem is érezhető, amikor eszük. A szemek pedig egyformák. Nem igazán látszik rajta az olyan, hogy nagyon kicsik lennének valahol benne, és ne lennének beporzódva. Szinte mindenfele egyforma. Alig van benne olyan, hogy most itt is nézzük meg eztet, hogy most egyformák lennének. Egy valamit azért tudni kell róla. Nagyon sokan mondják azt, hogy érezhetni rajta kicsit fanyar íz. És higgyék el, hogy amíg szem nincs rendesen beírve, azon érezni is a fanyar ízt. De nézzék, van itt benne olyan szem is, itt ne, tehát elég stabilan áll, tehát nem alig akar leszakadni, nézzék, húzom is, és nem akar elszakadni, tehát jó szállítható. Na, ez már össze van oszva. Lássák, ez már mazsola félig, így van, így néz ki. Na, ez biztos, hogy ebben nem érezhető, ez a fanyarkás is. Ellenben, hogyha nincs meg, tehát nem érik be rendesen, akkor érezni pici fanyarú ízt rajta a szőlőkön. Ezt a fajta szőlőt nagyon sokan, akik már hordják piacét Ukrajnában, azt mondják róla, hogy az emberek nem hagyják figyelmen kívül. Rögtön szembe tűnik, amikor ki van akasztva, lássák, hogy milyen szépen néz ki. Gondolom, itt is így lesz, nálunk is, hogy jó piacos lesz ez a szőlő. Erre is növekedésű ez a szőlőfajta. Jó bírja a terhelést, 2 fürtöt is jól elbírja, hiszen lássuk azt, hogy nem nagy fürtök, nem igazán kilótól nagyobbak, hanem ilyen 700 g és fél kiló körüliek, akár csak itt ez, ilyekre kell számolni, én leginkább ilyen nagyokra. Viszont jól érnek be a vennyigék, erősek a növekedésben is, itt is lássák, már jól be vannak érve, és jó vastagok. Mennyire korai ez a szőlő? Hát én azt mondanám, hogy az Árkádjától talán egy picikét későbbre tehető. Az Árkádja az olyan korainak mondják, de mivel ez egy picikre későbbre tehető, ez inkább késő korainak nevezhetném. Egyesek korainak mondják, de mi már az Árkádját eladtuk, ez meg most lesz beírve. Úgyhogy valamivel későbbi, mint az Árkádja. De nézzék. Nézzék, milyen szépen néz ki. Egy sündisznó. Hát, hölgyeim és uraim, ezekkel a képekkel szeretném búcsúzni önöktől. Ez volt a karnavál. Viszont látásra, hölgyeim és uraim, és őrizik meg az egészségüket, és a szőlők egészségét is, hogy ilyen szép fürtök legyenek.